Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, hát mi a jó Isten történik, hát végre, hát ki jött, hát warframe tartalom -e? van, nem is húzom nagyon az időtöket, srácok, ahogy ez szokott lenni, Grenderről fog jönni bemutató eh, videó, eh, csak kicsit játszanom kell vele, szoknom kell vele, és ki kell formálódjon a véleményem, de jönni fog ember, és a Woban be is belemegyünk, hogy mennyire lettek hasznosak, illetve Egyáltalán szükséges volt-e, hogy átdolgozzák ezt a két a Warframe-et? Nos, hogyan öljük meg a kuvalicsünket? Nem is, hogy hova, hogyan öljük meg, hogyan spónoltassuk, az ölés majd utána jön, és szeretnék most itt szólni nektek, hogy fogadjátok meg a jó tanácsomat, amit adok um, ebben a mini videóban és ne abban a sorrendben menjetek esetleg, amit a, a patch notes-ban olvastok, aki olvastak, aki elolvasta, izé, hogy mik jöttek be, ne abban a sorrendben menjetek, hanem inkább ebben a sorrendben menjetek. Ugye a patch notes-ban az van benne, hogy hogyan tudsz megszerezni egy ilyen kuvalícset, hogyan lehet egy kuvalícset. Uh, ugye is ahhoz azt mondja, hogy meg kell őj egy kuva lárvingot, és miután megölte egy kuva lárvingot, akkor spónolni fog a kuva licsed, és a kuva ez azért néhány követelmény kell ahhoz, hogy megöld azt a kuvalicset, amiben hamarosan belemenjük. A probléma itt van, hogyha leszponul a kuvalicset, akkor az helyenként elfoglal területeket, és azokon a területeken te játszol, az ott megszerz egy jutalmat, nem fogod megkapni. Hogy ez mekkora mértékű befolyással fog bírni a játékodra, hogy mindig elveszi a jutalmadat, konkrétan amit abból a játékmódból kiszed, azt még nem tudom. Természetesen, ha sikerül megölnöd a dokuvalicsedet, akkor meg visszakapod um, ezeket a jutalmakat, de hogy még nem tiszta, hogy, hogy mekkora befolyás szer, szerez a légy, a rendszer fölött, addig javaslom, kövessétek ezt a, ezt a módszert, amit itt most mondok. Szóval. Valóban úgy kell spóroltatni egy kuvalicset, hogy megölsz egy kuvalárvingot. Ezek a kuvalárvingok, egy probléma vele az annyi, hogy ezek a kuvalárvingok random jelenhetnek meg 20-as plusz szintű uh, greenír feladatokban, szóval előbb-utóbb meg lesz bárkinek. Viszont, ahol nem jelenhetnek meg, azok olyan szortik és különböző különleges küldetések. Na most. A dolog nyitja az ott van, hogy én azt javaslom, ha lehetséges egyáltalán ilyet csinálni, hogy mielőtt megölnénk egy ilyen Kuva lárvingot, azelőtt farmoljuk a Kuva küldetéseket. Nem a Fortress-en lévő küldiket, hanem a Kuva uh, küldetéseket, amik a bolygón vannak, mint a Kuva Flot például. Mert hogy? És itt jön a lényeg. Ezeken a kuvaflodokon, a kuvaflodon és a, a nehezített kuvaflodon, jó mondom, tehát a kuva mission és a kuvaflodon, a hármas kis kuva jelecskésen, azokon relikeket fognak dobni ezentúl azok a játékok. A kuvaflodon a nehezebbiken, azon garantáltan kaptok egy reliket, és... A kisebbeken 30%-kal kaptok egy reliket. Mond, hívjuk ezt így, kuvarelik. Szóval kaptok egy ilyen kuvareliket, ami csak és kizárólag ilyen kuvarelik missionökbe fog titeket beengedni. Elég egyszerű a dolog. Na most ezt ugyanúgy kell farmolni sajnos, mint a relikeket. És az ott eső jutalmak lesznek azok a jutalmak, amelyek nyitják azt, hogy meg tud ölni a Kuva licsedet. mivel hogy behoztak ö, új modokat, konkrétan a Warframe-be, amelyek szükségeltetnek ahhoz, hogy meg tud ölni a Kuva licsedet. Na most ezek a modok, ezeket ott tudod farmolni, ezeken a, a Kuva relik küldetéseken, amelyek megjelennek időről időre, pont úgy, mint a relik küldetések, pont ugyanazon a helyen, a legolján megtaláljátok, és, és ezek ott megjelennek, és ezek a modok, ezekből a többfajta relikből esnek, Lok, Xata, Yahu, Vomer, Risz, Fasz, Netraj, Kra. névre hallgatnak ezek a nagyon fura modok, és ezeknek a modoknak, az ereje fogja adni azt, hogy megöld a kuva licsedet. de de nem akárhogy. hogy nem tudod megölni a kuva addig, ameddig a, be, a, a a parazonodba, ebbe az új fegyverbe, ami jött, ugye, a a a ez az új Assassin Blade, Assassin Creed Blade, szóval amíg a parazonodba ezeknek a, a, az új Requiem modoknak meg nem találod a helyes sorrendjét. Szóval a helyes sorrendbe kell őket forgatnod ahhoz, hogy képes legyél megölni a lícsedet. Csak te, és kizárólag csak te leszel képes megölni a parazon késeddel és a benne lévő requiem modokkal, a helyes sorrendben lévő requiem módokkal csak te és csak is te leszel képes megölni. A társid, a szkottersid legyengíthetik neked, ugye együtt lövitek, stb. legyengíthetek a, a kuvalítsed, de csak te leszel az, aki a végső döfésbe tudja vinni, és ugyanúgy ugye a társaidnak is külön ki kell iktatni. Ezeket a, ku, a kuvalicseket, szóval érthető. Amit én javaslok, tehát én, én kifejezetten rámentem a formulására, hogy jöjjön végre egy ilyen, egy ilyen, öm, egy ilyen larving, milyen, milyen larving a, öm, a, neve, kuva larving, bocsánat, igen, szóval jöjjön, jöjjön egy kuva larving, mint mondtam, bármilyen, 20 plusz Grinier küldetésen megjelenhetnek a Kuva Larvingon, kivéve a speciális küldetéseken, az ilyen alerteken, stb. Öm, és megjelenik, azt legyőződ, jön is az üzenet, hogy lesz egy, lesz egy kuva licsed. Az megkreálódik, és ahhoz, hogy legyőzd, ki kell farmold, és itt jön a, 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 rengeteg farm, ki kell farmold a parazon késedbe, ugye a tőrödbe, ezeket a requiem modokat. Na most a parazon késed az úgy van elosztva, hogy fölül van három Requiem modnak hely, és azok a megfelelő sorrendben ugye megölik a lícset, és alul parazon modok vannak, Uh, azon gagyi régi raw, Warframe modok, amiket soha nem használtunk. Uh, Egy-kettő azért hasznos lesz belőle, és uh, biztosan jól jönnek, de semmi nagyon extra látszik, hogy csak azért van ez kitalálva, hogy valami okkal valahogyan ezeket a lícseket megöljük. Hála Istennek nem kell XP-zni, semmi nagyon uh, formolósabb dolog ezzel. Kivéve ugye a modokat és a Requiem modokat. Na most a Requiem modokat és a parazonba valós a modokat, amelyek egy extra kis segítség, ahhoz, um, ahhoz kell farmolnatok ezeket a Kuva relic missionöket, és relikeket kell farmolni elsősorban ugye a Kuva uh, küldetéseken, és a relikek ugye a, a fladon garantáltan esnek, a simán azon a azon csak 30% eséllyel esik, és akkor mész és ezeket farmolod, aztán vagy kiesik, vagy nem esik ki, akkor a, a, a requiem modokból azok, azok elfogynak, tehát ha sikerül megölnöd egy egy kuvalícset, akkor elfogynak azok a modok. Szóval abból is többet kell farmoljál ahhoz, hogy a későbbi lícseidet is uh, meg tud ölni. Nem kell parázni, hogyha, hogyha nem sikerül megölnöd a lícsedet, akkor meghalsz. Ennyi vége van, és a lícsed erősebb lesz. Ha nem sikerül megölnöd a lícsedet, akkor nem fogy el a modot. De amint sikerül megölnöd a lícsedet, akkor um, Elfogynak a madok. Amit tudnotok kell arról, hogyha legyőztök egy lécset, akkor így fogalmazok: az az, hogy e, eldöntheted, hogy megölöd, vagy megszelidített félesség, átállítod a saját oldaladra. Ha átállítod a saját oldaladra, akkor időnként megjelenik a küldetésedben és segít neked. Ha megölöd, megkapod a fegyverét, és akad egy pár új kuva fegyver. Um, Kuvakarak, quartak, Ogris, Kom, Tonkor, Dragun, eh, a vagyis a Twin tubba, a Szír, eh, Kraken és Brak. Hát a Kuvatonkorra kíváncsi leszek, remélem kapott egy kis buffot. A, a, karak az remélem visszahozzák a karaknak a régi fényét a kuva karakban, mert a karak egy nagyon OP fegyver volt valamikor. A többi, többi nem érdekel, a többi Semmi. A Brockban még lehet némi remény. A Kraken se vészesen rossz, csak hát olyan fegyverek, hogy senki nem használ amúgy se. A karok-tonkor-kombo um, számomra az, ami a legkíváncsibb -leg vagyok. Emellett természetesen jöttek még új fegyverek is. Um, a, a, ebbe a küldetésbe, ugye, a Kuvacsak-kurk. Kuva Sildeg, Kuva Ajanga. Am... Ezeket a fegyvereket még megszerezhetitek a lícsétektől, hogyha megölitek őket. Úgyhogy valószínűleg az elején úgyis mindenki megöli, aztán megvannak a fegyverek, aztán mindenki átkonvertálja őket a saját oldalukra. Ez lenne a nyitja, hogy hogyan tudjátok megölni, vagy hát megszerezni a Kuva lícséteket, és hát üdvözlünk a Warframe Uh, új endgame-jében. Elvégre, <coughs> Elvégre van valami kecsegtető ebben az egészben. A, 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 a kis rébusz, hogy találd meg a helyes sorrendet, és addig uh, nem tudod megölni. Mondjuk a dolog benne az, hogy csak három modot kell forgatnod addig, ameddig megtaláld a helyes sorrendet. Szóval sok lehetőség van, de nem azért, olyan nem, olyan, olyan sok nincsen. Szóval beletalhatsz az elsőbe is, és pont megölöd, és valász, széfini. Um, Milli 2.0 bejött, beszélünk talán majd arról, és semmi nagyon extra változás nincsen. Kicsit inkább, hogy visszamentek a régebbi uh, dolgokhoz, de beszélgetünk arról is. És ennyi lett volna egyelőre ebben a videóban, így letörve, így kell megszerezni a kuvalícseteket, és így kell kifarmolni a modokat, és így kell legyőzni a kuvalícseteket. Ez volt ez a videó. Remélem, hogy érthető volt. A, a további Warframe videóig stay tuned, iratkozz fel, csengő jelecske, hogy megkapd az értesítést arról a videóról. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!